Szemközben Morvai Krisztina, Jobbik európai parlamenti képviselője. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Kérdezőtársaim Kósa András a hírszerző.hu-tól és Huth Gergely a Magyar Hírlaptól. Jó reggelt kívánok! Általában nem szeretek indiszkrét lenni, de most nem tudok az lenni. Szóval, hogy tényleg annyira vágyik a szerelemre, hogy a Jobbik majálisán kell ezt nagy nyilvánosság előtt bejelenteni? Hát tekintettel arra, hogy a hivatásommal és a képviselői munkámmal kapcsolatos idézőjelben szerelemérzésre vágyom, arra, hogy ne Brüsszelbe ücsörögjek és azt az életmódot éljem, amit hát valószínűleg felháborodással követnek a magyar választópolgárok, hogy elmennek a képviselőik az Európai Unióba, és hát gyakorlatilag semmit nem lehet tudni a munkájukról. Én világéletemben olyan fajta jogászi hivatást gyakoroltam, ami arról szólt, hogy az embereknek segíteni, a megnyomorított helyzetbe került emberek életét jobbá tenni, ezért határoztam el, hogy miután elviselhetetlenné vált a bűnözéssel kapcsolatos helyzet Magyarországon, és látom azt, hogy emberek százezrei rettegnek folyamatosan és megalapozottan a mindennapokat megkeserítő bűnözéstől, egy országjárásba kezdtek. Mindennapokat megkeserítő bűnözés. Azért az némi magyarázatra szorul, hogy miután egy egész kampányt építettek fel a cigánybűnözés kifejezésre, most arra kérte a jobbikosokat és egyáltalán az egész országot, hogy ne használják többet ezt a kifejezést. Azon egyszerű oknál fogva, hogy mindenki ezen a kifejezésen lovagol, miközben az áldozatok, a bűncselekmények sértetjei, akiket nap mint nap lopnak ki, rabolnak ki, fosztanak ki, védelemre vágynak. Ők azt akarják, hogy a jelensége ellen lépjenek fel, és nem arra kíváncsiak, hogy ez cigánybűnözésnek vagy hotelbűnözésnek nevezik el. Ezt a fogalmat. Én nem vagyok, ez óriási tévedés, hogyha szerkesztő úr hallott engem ezt a kifejezést használni, akkor legyen kedves ezt idézni. Igen, hogy emlékeztessem önt arra, hogy 2009-ben a Heti Válaszban volt egy vitája Mohácsi Viktóriával, ugye volt SZDSZ-es európai parlamenti képviselővel, aki felrótta önnek a cigánybűnözés kifejezést, mármint hogy a pártja használja, és ön azt válaszolta erre, hogy igen, és használni fogja, hiszen az egyetemen is úgy tanulta, hogy létezik. Lehet, hogy mondtam ilyet szerkesztő, pontosan ebből van elege az embereknek. Tudomásom szerint én nem szoktam ezt a kifejezést használni, de ebből van elege az embereknek, hogy miközben nap mint nap reszketniük kell attól, hogy megint ellopják a terményüket, megint ellopják a mezőgazdasági felszerelésüket, megint valaki behatol az otthonukba, és a rendőrség az égvilágon semmit nem csinál, és az állam nem üldözi a bűnt, és nem előzi meg a bűnt. Eközben önök, a média és számos politikus a cigánybűnözés kifejezéssel lovagol. Lépjünk tovább ez a kérdésen. Jó, de nevezzük, mit szól ehhez a pártja? Hogy a mindennapokat megkeserítő bűnözés, rendben, a Jobbik szót fogad önnek, és túllép ezen a kifejezésen? Nem óvodásokról van szó, nyilván felnőtt emberekről van szó. Én nem fogom cenzúrázni a képviselőtársaimat, mert nem ez a feladatom, hanem az a feladatom, hogy képviselőként, ahogy a nevében is benne van, képviseljem az emberek érdekeit, amit ez idő szerint szinte senki nem képvisel, a bűnözéstől szenvedő, főleg vidéki emberek, de természetesen van nagyon komoly városi bűnözés is. Semmiféle képviseletet nem kapnak az elkövetői oldalon úgynevezett jogvédő szervezetek, politikusok, miniszterek és a többi hatalmas serege sorakozik fel, és az emberek meg arra panaszkodnak, hogy a bűncselekmények sértetjeit, áldozatait senki nem védi meg. Ezt tegnap nekem Gyöngyöspatán úgy fogalmazták, de pontosan azért, hogy ne érjen kritika, nem ezt idéztem. Azt kérdezték az emberek, hogy a magyarokat ki fogja megvédeni. Ne így tegyük fel a kérdést, tegyük fel szakszerűen, 30 évig büntetőjogászként dolgoztam, tehát akkor így fogalmazok, a bűncselekmények sértetjeit, áldozatait ki fogja megvédeni, ki fogja megvédeni a vidék magyarságát, illetőleg a városi magyar embereket, az őket folyamatosan fenyegető bűnözéstől. Most a kormány ugye lépett egy határozottat ezzel kapcsolatban, és ugye kvázi a Jobbik példájára ugye ők a egyenruhás bűnözés fogalmát vezették be, és elfogadták ezt a BTK módosítást, ami ellen viszont a Jobbik tiltakozott. Az kétségtelen, hogy Gyöngyöspatán is ezeken a területeken nagyon komoly probléma a bűnözés. Nem az egyenruhás bűnözés, hanem a terménylopás és a folyamatos bűnözés. Ezt gondolom senki nem tagadhatja. Mi az, hogy valaki végre föllépett a bűnözés megfékezésére? Nem, az, hogy az erőszak monopóliát valaki szerzetek megkérdőjelezik, egyenruhába vonulnak fel, félelmet keltenek, miközben polgárőrséget bárki alakíthat most is legálisan, nem kell ilyen militáns félkatonai jelleggel erőt demonstrálnia. Ez ellen igazából miért tiltakoznak?
az ellen tiltakozunk, hogy az állam a polgárőr szervezetek ellen lép fel, ahelyett, hogy a bűnözők ellen lépne fel. A polgárőr szervezetek ellen lép fel bizonyos csoportok ellen, akik magukat ugye véderőnek, egyébnek. Csak éppen azt nem nézik meg, hogy mi van a háttérben, hogy az emberek számára elviselhetetlenné vált a bűnözés, az állam nem gyakorolja ezt a bizonyos erőszak monopóliumát, csak a véderővel, akit egyáltalán nem védek, mert se nekem, se a Jobbiknak semmi köze nincs a véderőhöz, ezt már többször hangsúlyoztuk. Tehát ezekkel az önkéntes rendfenntartó szervezetekkel szemben lépnek fel, ahelyett, hogy a valódi bűnözőkkel szemben lépnének fel, és megtalálnák végre őket, és a rendőrség úgymond felvenné a munkát. Én nem a kis rendőröket szidom, hanem azokat a rendőri vezetőket, akik hatalmas erőkkel képesek gyöngyös patára vezérelni, például azért, hogy a úgynevezett egyenruhás bűnözés, ami egy felháborító kifejezés olyan emberekkel szemben, akik a szabadidejükben azon fáradoznak, hogy megvédjék az idős kiszolgáltatott magát. De egyébként ön is látta nyilván azt a videófelvételt, a térfigyelő kamera felvételét, amin ugye egy Alex nevű véderős, egyenruhás a porba azt vizeli, hogy szálasi, és utána elmegy úgymond megverni a cigányokat, aztán természetesen a helyi romák Gyöngyöspatán nagyba főbe verik, ami egyébként elfogadhatatlan önbíráskodás. Akkor viszont természetes. Vérlázító dolog. Tehát azt mondom, hogy a provokáció hatására természetes, de nem elfogadható. Nem ez a lényeg, hanem az, hogy ön például az ilyen cselekedeteket nem büntetné? Szerkesztő, én nem Alexnek a vizelésével vagyok ez idő szerint elfoglalva, hanem ezreknek és százezreknek a folyamatos bűnözéstől való rettegésétől. Akkor azt mondjam, kérem, ez a kérdés itt, hanem az, hogy az emberek nap mint nap adják fel a gazdálkodást vidéken, például azért, mert amiért egész évben verejtékes munkával dolgoznak, az dologtalan bűnelkövetők szedik le, mert a mezőgazdasági felszereléseiket a szőlőpréseiktől kezdve a kapájukon át ellopják, és színes fémként ismert orgázzák által értékesítik. Mindenki tudja pontosan, hogy tökéletesen igaza van a Magyar Hírlapban. Mi magunk is megírtuk, hogy ezzel is foglalkoznia kéne a kormánynak, de ön mire fogja biztatni a Jobbikhoz közel álló Szebb Jövőért polgári kör tagjait? Betartsák a törvényt és regisztráljanak, szerződést kössenek a rendőrséggel, hogyha polgárőrködni akarnak, vagy szegjék meg a törvényt, és vitessék el magukat, büntettessék meg magukat. Szerkesztő, jogász vagyok 30 éve, és jogszabálysértésre senkit nem biztatok. Ezzel együtt az embereknek valahogy meg kell magukat védeni. Ugye egy nagyon bizarr helyzet, hogy a kétharmados többségű kormány folyamatosan azzal reklámozta az arab törvényt, hogy önvédelmi jogot ad az embereknek. Ugye akár az élet kioltása árán is megvédhetik a tulajdonosok az emberek. Most tulajdonosok magukat a támadóktól. Most kérdezem én, hogy a 40 kilós 80 éves Mari néni hogy fogja a három kigyúrt kopasz támadóját adott esetben megrendszabályozni? Miért nincs neki joga átadni megbízható és civilizáltan viselkedő rendszertartókat? De van joga, de az olyan nagy kérdés a kormánytól, hogy ha valaki ilyet akar csinálni, akkor kössön szerződést a helyi rendőrséggel? Kössön szerződést, csak a rendőrség is csináljon már valamit az ékszerelmére, és ne azt mondja az embereknek, hogy úgyse találjuk meg az elkövetőt, kérem szépen, nem is érdemes feljelentést tenni. Pintér Sándor azt állította, hogy Gyöngyöspatán eddig rend volt, összesen 17 kisebb súlyú vagyonelleni bűncselekmény történt egy év leforgás alatt. Lementem Gyöngyöspatára, meghallgattam az embereket, egy egész napon keresztül, sajnos így se került sor mindenkire, aki elmondta volna a történetét. Háromszor vagy négyszer 17 bűncselekményről hallottam. Azért nincsenek regisztrálva ezek a bűncselekmények, mert egyrészt az emberek meg vannak fenyegetve, hogy ha feljelentést teszel, fölgyújtom a házadat, vagy lemészárolom a családodat, másrészt pedig a rendőrség maga hárítja el a feljelentéseket azzal, hogy úgyse tudunk mit csinálni, kitárják a kezüket, holott a jogszabály előírja. Bocsánat, egyébként, hogy gond vélekedik arról a gyakorlatról, hogy ugye a magyar BTK-ba bekerült a rasszista indítatású bűncselekmény kategóriája. Ehhez képest most az utóbbi időben több összeállítás is megjelent a médiában, szinte csak roma elkövetőkkel szembe alkalmazták ezt a tényállást, és rájuk szabtak ki nagyon kifejezetten súlyos letöltendő börtönbüntetéseket. A bíró kollégáim nyilván gondosan mérlegelték azokat a szempontokat, amiket én is tapasztaltam tegnap, amikor szinte minden személy, akivel beszéltem, legyen az férfi vagy nő, könnyek között beszélt arról a megaláztatásról, amit akkor él meg, amikor egy
egyrészt kirabolják, kifosztják, másrészt pedig azt üvöltik neki, hogy rohadt magyar, meg rohadt paraszt. Na most, hogyha valaki a magyarsága miatt támad rá valakire, akkor az valóban rasszista alakú. Igen, csak hasonló nem nagyon találtunk még, vagy tehát nem általános, hogy mondjuk azért több éves letöltendő. Hát ez egy csodálkozó, mert ugyanakkor a jogvédő oldalon pedig állandóan erről van szó, és az egész magyarságot most már lassan rasszizmussal vádolják, és az amerikai nagykövetségtől kezdve a legkülönbözőbb nemzetközi szervezetekig mindenki fölvonul ez ügyben, csak éppen, ahogy már többször hangsúlyoztam a mai beszélgetésünk folyamán, a kiszolgáltatott embereket nem védi senki. Képviselőasszony, egyetért azzal, hogy ki kellene lépni a Magyarországnak a NATO-ból, illetve az Európai Unióból, hiszen a Jobbik majálisán egy résztvevő azt mondta, ismertette nagy nyilvánosság előtt azt a tervét, hogy 6 pontban népszavazást kellene kérni, ezek a pontok is szerepelnének össze, és ön úgy nyilatkozott, hogy ez csodálatos zárás. Csodálatos zárás az, hogy az embereknek kezdeményezőkészségük van, az emberek szeretnének foglalkozni közélettel, politikával, fel akarják emelni a fejüket és visszavenni a hazájukat, és hogyha az Európai Unióból való kilépést fontolgatják sokan, akkor az pontosan ezért van, mert óriási szakadék tátong a között, hogy egyfelől az Európai Unió teljes jogú tagjai vagyunk, másfelől viszont harmadik világbeli állapotok uralkodnak az országban. Egyrészt például emiatt a jelenség miatt, hogy teljesen kiszolgáltatottak az emberek a bűnözésnek, másrészt pedig 80-90 ezer forintos fizetésekből meg nyugdíjakból élnek emberek, semmi köze ennek az európai életszínvonalhoz. Másik példa, amit említenék, hogy például az Európai Unió soros elnökeként a magyar állam számomra bizarr módon prioritásként határozta meg a bűnmegelőzést és az áldozatvédelmet. Hangzatos szónoklatokat tartanak Brüsszelben ezzel kapcsolatban, miközben itthon, Magyarországon semmit nem tesznek a bűnmegelőzés és az áldozatvédelem érdekében. Az embereknek ebből tökéletesen elegük van. De ön személy szerint egyébként támogatná azt, hogy lépjen ki Magyarország az EU-ból, illetve a NATO-ból? Én azt gondolom, hogy először kell egy próbát tenni, hogy megpróbálunk tényleg az Európai Unió teljes jogú tagjaként viselkedni, felemelni a fejünket, és nem csak kötelezettségeket vállalni folyamatosan, és nem csak odabocsátani a piacainkat a régi tagállamoknak, és hagyni azt, hogy a magyar mezőgazdaság tönkre menjen, mert ide áramlik folyamatosan a külföldi élelmiszer, csak hogy egy példát mondjak, hanem... Az elmúlt egy évben nem történt változás ezen a téren? Parancsol? Az elmúlt egy évben nem látott változást ezen a téren? Tehát ön úgy értékeli, hogy az elmúlt 8 éves politika folytatódott az Európai Unióval kapcsolatos érdekérvényesítés? A vidékfejlesztés és mezőgazdaság tekintetében pozitív lépéseket látok, és nagyon-nagyon örömmel nézek annak az országos vitának az elébe, amelynek során ugye Fazekas miniszter úrral az élen végigviszik a vidék alkotmányának nevezett stratégiai dokumentumot az országon. Nagyon biztatom is a vidéki embereket, hogy vegyék ezt komolyan, mondják el az észrevételeiket, olvassák el ezt a dokumentumot, én is részt fogok ebben venni. Viszont például ezt az elemét a vidéki életnek és a gazdálkodásnak, hogy egyszerűen azért hagynak fel az emberek a gazdálkodással, mert kimegy a szőlőjébe, és zokogva veszi észre azt, hogy az összes karóját ellopták, az összes oszlopát ellopták, a drótját színes fémként értékesítették, és nem tudja már pótolni. Vagy kimegy, és a paradicsomot, paprikát az utolsó darabig összeszedték, vagy pedig a gyönyörű hagymával fociznak a gyerekek az utcán. Ezeket a dolgokat is a vidékfejlesztés és a mezőgazdaság változása kapcsán figyelembe kell venni, és meg kell változtatni. Köszönjük a válaszokat, meg a kérdéseket, mert hogy jönnek a hírek. Köszönöm szépen.